Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. A Jászai Mari díjas színésznőt Sell Juditot legtöbben a Csak szex és más semmi című nagy sikerű magyar filmből ismerik. A televízió képernyőjén már több alkotásban is láthattuk, színpadi szerepeit pedig felsorolni is nehéz lenne. A színésznővel Debrecenben beszélgettünk. A Hőstenor című darabbal térsz ide vissza Debrecenbe, vagyis tértél vissza Debrecenbe a nagyerdei szabadtéri színpadra. Milyen érzésekkel jöttél vissza szülővárosodba? Tulajdonképpen... Friss az élmény, igaz, hogy egyszer már voltam itt a Boeing-Boeing-gel, itt a Kölcsében, de a szabadtéri színpadon először léptem fel, ugye elég friss is a deszkei, még nagyon újak a szabadtéri színpadnak, úgyhogy mi kezdtük el koptatni, vagy mi is az elsők között vagyunk. Én mindig örülök, hogyha ide visszajöhetek, vagyis hát mondom, ez csak a második alkalom, de mindig jó érzés. Teljesen megújult a nagy erdő, a belváros is sokat változott. Hogy tetszik neked? Hát nagyon jó, meg hát egy megújulás, egy változás, az mindig nagyon jó tud tenni. Akár egy embernek is, egy személyiségnek, ugyanúgy egy városnak, egy város arculatának. Úgyhogy kifejezetten jó, hogy nagyon sok tér lett Debrecenben, sétálni lehet, társasági életet élni, kiülni. A Békástó is megújult, oda nagyon sokat jártam gyerekkoromban, kutyát sétáltatni, meg egyáltalán csak piknikezni. Nagyon szeretem, hogy rengeteg olyan hely van, ahová így le lehet ücsörögni, vagy meginni egy kávét ott a fák alatt, úgyhogy kifejezetten szép lett. Említetted, hogy nagyon sokat jártál a Békástó környékére. Van ezen kívül esetleg kedvenc helyed még itt Debrecenben, vagy volt kedvenc helyed? Hát nem is tudom. Hát én bebicikliztem állandóan egész Debrecen, mert jöttem-mentem, mert a kutyát beleraktam egy hátizsákba. Ugye most éppen beszélgetem valakivel, hogy volt egy úszkárkutyánk. Ide fölvettem előre a hátizsákat, és jöttünk, mentünk Debrecenbe össze-vissza, és a Békástó, az Egyetemparkba mentünk sokat, és a Csapó utcán nőttem föl, úgyhogy ott játszottunk rengeteget, meg ott hátul a Csapó utca mögötti kis utcákban, még így a Debrecen óvárosában, úgyhogy hát nagyon sok az emlék, meg nagyon sok szép emlékem van. Hát ugye ide jártam, hát nem ebbe az épületbe, de hát ezért gyakorlatilag tizen akárhány évet itt töltöttem el a Kölcsei Művközpontban, mert minden héten itt volt táncpróbánk, edzésünk. A Rozsai Jutka tartotta nekünk, Jutka néni az edzéseket, vagy a próbákat, úgyhogy én itt nőttem fel gyakorlatilag a Kölcseiben. Azt tudni kell rólad, hogy nem csak Debrecenben születtél, itt töltötted a gyermekkorodat, de itt végeztél ugyebár az Ady Endre gimnáziumban. Milyen élmények fűznek ehhez a gimnáziumhoz? Hogyan emlékszel vissza az Adis évekre? Hát nagyon jó volt. Tehát én abszolút tehát én egyébként szeretem jól érezni magam, de úgy az Adiból is úgy leginkább azt a részét próbáltam úgy nagyon megélni, ami ebben segített minket, hogy a gyerekkorunkat olyan nagyon élvezetesen töltsük, vagy a tinédzser éveinket, hogy nagyon változatos volt, kreatív volt, sokat jártunk fellépésekre, mindenféle fesztiválokra, seregszemlékre, úgyhogy én ezt a részét nagyon szerettem az Adinak, hogy nem. Tehát az iskolai tanulós rész az inkább a kevesebb volt nekem, meg én inkább a másik felére koncentráltam, úgyhogy ez nagyon jó. Említetted az imént, hogy táncoltál. Én olvastam rólad, hogy te balettoztál és tollasoztál, nagyon sokféle sportágat űztél. Manapság sportolsz-e még valamit? Mert nagyon jól nézel ki egyébként. Hát, köszönöm. Hát sajnos nem igazán, hogyha van időm, akkor eljárok tornázni, de nem sok időm van. Majd még fogok, de hát korán sem annyit, nem tudok annyit mozogni, mint korábban. Illetve nagyon sokat mozgok, mert tulajdonképpen ücsörögni nem szoktam, mert a gyerekek mellett, meg emellett, a szakma mellett azért nem lehet sokat ücsörögni. Mindig azt szoktam mondani, hogy én csak a kocsiban szoktam ülni, egyébként mindig állunk. Ugye színpadon is csak jövünk, megyünk, próbákkal jövünk, megyünk, utána a gyerekek után szaladgálok, úgyhogy azért mozogni mozgok, de
tehát nem egy ülő munkát választottam, de sportolni azért az más, azt kell. Mit szeretsz leginkább egyébként a munkádban, a színészi hivatásban? Mi a legjobb ebben a szakmában? Hogy látod te ezt? Hát ezt nem lehet így egyszerre megmondani, ez nagyon bonyolult, de talán a változatosság, ami a legjobb, és a kiszámíthatatlanság, ami egyébként negatívuma is a dolognak, mert nem lehet nagyon előre tervezni az életünkben, meg eléggé meghatározza a színház a mindennapjainkat, de azért mégis ez a változatosság, meg az ember nagyon sokáig nőnek tudja magát érezni. Szerinted, hogyha most nem színésznő lennél, akkor mi lenne a te hivatásod? Milyen más szakmát választottál volna esetleg? Hát tudnám, akkor már kipróbáltam volna, úgyhogy igen, ez nekem is egy nagy kérdés, és gondolkodom is rajta, megvárom, hogy egyszer majd jöjjön szembe valami ötlet, mert még azért érzek magamban annyit, hogy még van olyan dolog, amit még szívesen kipróbálni. Nem tudom, egy kávét kaphatok? Természetes, ne akkodj, ha a behűtött pesgő, ásványvíz, bubis, bubitlan. Készítek kávét? Ne, köszönöm, szeretem magamnak. Hello? Szia, anyu, de nem hívtalak volna, csak késett a repülő. Beszéltünk arról, hogy a Hőstenor című darabbal tértél ide vissza Debrecenbe. Aki még nem hallott volna erről a darabról, mit kell róla tudni, tehát akár a cselekményről, milyen színészek játszanak benne, mi az, amit fontosnak tartasz elmondani erről a darabról? Hát ez egy nagyon kedves, szórakoztató vígjáték. Fantasztikus színészek játszanak benne, Molnár Piroska, Szombati Gyula, Szervét Tibor, Vida Péter, Gubás Gabi, Tóth Eszter, Csányi Sándor, és jó magam, az is ide sorra nem mit résztem. És tényleg ez egy két felvonásos színdarab, mindenféle félreértésekkel, bonyodalmakkal, úgyhogy tényleg ez nem csak egy könnyű nyári este, hanem ez egy komolyabb téli estén is azért tudja szórakoztatni a nézőket. Olvastam minap egy cikket, ez nem konkrétan rólad szólt, hanem arról, hogy nagyon sok olyan film van, színdarabban, ahol mondjuk a főszereplő férfi, meg a nő között ugye úgy tűnik a képernyőn keresztül, hogy hatalmas az összhang, de a háttérben utálják egymást. Te kerültél a hasonló szituációban, mondjuk nem jöttél ki a partnereddel, a filmbéli, vagy a színdarabbéli partnereddel? Nem, hál' Istennek, én nem voltam ilyen helyzetben soha, meg én nem, azt hiszem, én nem is tudok, tehát nem csak a színpadon, vagy szakmában, hanem a magánéletben sem bírok haragban lenni, vagy én nem bírom azt az állapotot, mert kényelmetlen, én meg a komfortot nagyon szeretem. Tehát, hogy én nem tudok így haragban maradni senkivel, úgyhogy színpadon sem volt olyan, hogy én ne beszéltem volna a kollégámmal, főleg, hogyha annyira közeli, tehát, hogy egészen egymásra vagyunk utalva, mert ilyen főszereplő vagy partneri viszonyban vagyunk, úgyhogy én így még nem voltam. Táskákat gyűjtesz, hódolsz még ennek a szenvedélynek, vagy ez csak egy ilyen nem, most találtam egy olyat, ami most már évek, vagy úgy tulajdonképpen több mint egy éve kitartok mellette. De, hát van egy pár táskám, de azért szeretek néha újakat beszerezni. De ez így kötődik inkább, jó, hát van, ami szembe jön. Most már kevesebbet veszek, mint régen, mert ugye azokat is szeretem újra elővenni. De igazából ilyen az ékszer is nálam, hogyha külföldön járok, akkor nagyon szeretek vagy táskát, vagy ékszert venni, mondjuk ez a kettő, ami úgy állandóan rajtam van, mert az emlékeztet arra a nyárra, vagy arra az utazásra, és akkor ránézek erre a táskára, és akkor azt tudom, hogy ez Szicíliából van, és akkor melyik utcában vettem, melyik boltban, és akkor az úgy behoz egy emléket, nosztalgiázom, és akkor az olyan jó érzéssel tölt el, ugyanígy azért szeretek így egy-egy utazáson mindig venni valami, egy darab valami olyan dolgot, amit utána bármikor ránézek évközben, akkor az arra emlékeztet. Hová szeretsz utazni? Mindenhová. Egyébként? Mindenhová? Mindenhová? Tehát nincs ilyen konkrét kedvenc országot, kedvenc helyed? De van konkrét kedvenc országom, Olaszország nálam kimeríthetetlen és egy szívszerelem. Nem mondom, hogy minden évben elmegyek oda, mert azért nincs annyi időnk, hogy mindig Olaszországba elmenjünk és még valahová. És azért szeretem a változatosságot, tehát azért nagyon nagy ez a föld, tehát azért jó lenne elég sok helyre eljutni.
és de Olaszország nálam kimeríthetetlen. Hát én nyáron a tengerpartot szeretem. Én tavasszal meg ősszel szeretek így hegyek közé elmenni, vagy télen síelni, de ősszel nagyon szeretem az ilyen kirándulós utazásokat. Na most úgy beszélek róla, mint hogy én állandóan utaznék, de nem, mert bent vagyunk a színházban, és egyáltalán nincs idő kirándulni. De mindig megjön egy érzés bennem, amikor már úgy nyár vége fele van, és úgy jönnek az őszi illatok, vagy még nem a sárgult fa levelek, de az a kicsit mások a fények már este, vagy a naplement az már egészen más, vagy más szögből süt a nap. És akkor mindig kedvet kapok, hogy sétálni Ausztriába, meg a zöld fű, meg a tavak környéke, vagy tavasszal úgy Párizsba vágyom, meg Londonba. Úgyhogy fejben nagyon sokat utazom, gyakorlatban, életben azért kevesebbet, de hál' Istennek lekopogom, hogy eddig még megengedhettük magunkat, hogy minden nyáron el tudtunk menni nyaralni, és nagyjából minden télen el tudtunk menni síelni. És a gyerekeket is, ez csak a gyerekek miatt is nagyon fontos, hogy engem is úgy neveltek gyerekkorom óta, hogy olvastad is, hogy nagyon sokféle sportot űztem, meg megmutattak, megtanítottak nekünk, úgyhogy én is így ebben a szellemben vagy ezt próbálom átörökíteni az én gyerekeim számára is, hogy nagyon sokat sportoljanak és sokféle sportot tanuljanak meg. A kicsik egyébként érdeklődnek már így a hivatásod iránt, tehát így a színészet iránt, vagy mit? Nagyon érdekes, mert a két fiú egyáltalán nem, ugye a nagyfia most lesz ezen a héten 21 éves, ő egyáltalán nem érdeklődik a színház iránt, pedig ő még többet is bent volt színházban annak idején, amikor kisebb volt, mert akkor kevésbé tudtam megoldani a gyerekfelügyeletet, vagy többször vittem be a színházba, vagy több előadást is látott. A kicsik, Boldizsárt úgy nem nagyon, de nálunk nem is téma otthon a színház a férjemmel vagy a gyermekek apjával. Tehát úgy mi nem mondjuk nekik, hogy mi színészek vagyunk, mert nem gondolom, hogy őket érdekli, majd megtudják, vagy szóval, hogy mi nem csinálunk ebből egy ügyet. A kicsi, aki 3 éves és kislány, ő valahogy genetikusan, vagy azért, mert kislány, ő így szeret szerepelgetni, meg így kitűz magának két négyzetmétert, és akkor azt mondja, hogy ez a színpad, és akkor ott szaladgál rajta. Pedig ő nem is látott minket tulajdonképpen még színpadon. Talán az apját látta egy gyerekdarabban, de engem nem, mert én nem vagyok ilyen előadásban, vagy nincsen ilyen gyermekeknek való előadás, amit ő láthatott volna. Úgyhogy őt valahogy valamiért, nem tudom, biztos genetikusan valami benne van. Aztán majd eldöntik, tehát mi nem orientáljuk a gyerekeket semmilyen szakma felé, majd ők döntenek, hogy mi érdekli őket. Muszáj megkérdeznem, hogy üzensz-e esetleg valamit a debreceni rajongóidnak, a debreceni közönségednek? Jaj, hát én az ilyen üzeneteket nem nagyon szeretem. De ha már mondani kell, hogy akkor nagyon sok szeretettel várjuk őket. És hogyha tehetik, akkor Budapesten a Thália Színházban. Itt vannak a plakátok, hogy mit lehet megtekinteni, és akkor oda is szeretettel várjuk őket. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést, köszönöm. És további sok sikert kívánok neked a jövőben. Köszönöm. Köszönjük szépen.